Ha a billentyűzet használatával gyorsabban tudsz dolgozni, vagy csak épp elromlott az egered, és muszáj, még mielőtt be tudnál szerezni egy újat, valamilyen munkát elvégezned, akkor billentyű parancsok segítségével közvetlenül is elérhető szinte minden parancs. A PowerPoint 2007-nek az egyik nagyon hasznos újdonsága, hogy szinte minden egyes parancshoz hozzárendel egy billentyűt. Tehát, hogyha elmegyünk a menüszalagra, és lenyomva tartjuk az Alt billentyűt, akkor láthatjuk, hogy minden egyes szalagnévhez hozzárendel valamilyen betűt a billentyűzetről. Hát ezekkel tudunk belemenni, például bemegyünk a tervezés labba az E billentyűvel. Amint ide mentünk, a tervezés lapon belül is rögtön hozzárendel minden egyes parancshoz egy billentyűt. Például a témákat megint csak az E betű segítségével tudjuk lenyitni, és akkor ezen belül tudunk a nyilak segítségével mászkálni és válogatni a kiválasztott elrendezések között. Vagy ugye itt is találunk további lehetőségeket, ugye a további témákhoz a T betűt, témák kereséséhez a K betűt, vagy éppen az aktuális téma kereséséhez az A betűt lenyomva tudunk bejutni a következő lehetőségekhez. Néhány az előző verziókban használt billentyű parancs is megmaradt, és alkalmazni tudjuk a PowerPoint 2007-ben is. Ha már valaki hozzászokott billentyű kombinációkhoz az Office előző verzióiban, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt el is kell felejtenie. Nézzünk néhányat, ami itt is használható. Tehát ilyen például az F6-os billentyű, amivel válthatunk a következő ablaktáblára az óramutató járásával megegyező irányba. Most a jegyzet ablakban vagyunk, aztán visszamegyünk a diákhoz, diablakban vagyunk, jegyzet ablak, diák, és így tovább. A Shift F6-tal ugye pontosan a fordított irányt tudjuk elvégezni, tehát az óramutató járásával ellentétes irányban tudunk mozogni. Akkor ugye jegyzetablak, diablak, diákablak. Ctrl-Shift-D billentyű kombinációval másolatot készíthetünk az éppen kijelölt diáról. Tehát Ctrl, Shift és D-es. És először jelöljük ki. Az F5 billentyű segítségével elindíthatjuk a diavetítést. Az Alt, Shift, balra nyíl segítségével bekezdést tudunk előléptetni. El is készítettem egy mintabekezdést, tehát Alt, Shift és balra, bocsánat, Alt, Shift, balra, és az Alt, Shift, jobbra billentyű kombinációval pedig lefokozni tudjuk ezt a bekezdést. A Ctrl, T billentyű kombináció megnyitja nekünk a betűtípus párbeszéd panelt. Az F4 vagy a Ctrl-Y billentyű kombinációval megismételhetjük az utolsó műveletet, amit elvégeztünk. Például töröljük ki, nem írjunk ide a szöveg elé egy T betűt, és ha azt mondjuk neki, hogy F4, akkor megint be fog írni egy T betűt, és azt mondjuk, hogy Ctrl-Y, akkor is be fog írni egy T betűt. Tehát mindig megismétli az utolsó műveletet, amit elvégeztünk. A Ctrl-Backspace az
szótörlését teszi lehetővé. A Shift F3 az nagybetűre vált. A Ctrl I az dőlt betűsre vált. A Ctrl M-mel megnyitjuk a keresés ablakot. Elnézést, üres diát szúrunk be, tehát ez tévesen lett felírva. De itt alatta látható is, hogy üres dia beszúrása. Ez más billentyű kombináció hallgat rá. A Ctrl-C-vel ugye másolhatunk, a Ctrl-V-vel pedig beilleszthetünk, mint azt már nagyon sok helyen megtapasztaltuk és használjuk is. A Ctrl-Z-vel visszavonást végezhetünk el. Visszarakta az M betűt, ugye, amit az előbb kitöröltünk. A Ctrl-S-sel menthetjük közvetlenül a munkánkat, és a Ctrl-U-val pedig a megnyitás párbeszéd panelt nyithatjuk meg. Létezik még a Ctrl-K billentyű kombináció, ahol különféle hivatkozásokat szúrhatunk be, tehát az erre vonatkozó párbeszéd ablakot nyitjuk meg. Ezt írjuk ide a sor végére. És a Ctrl-F billentyű kombinációval nyitjuk meg a keresés ablakát. Ezt javítsuk itt ki, és akkor mentsük el így.